Jó estét kívánok! Szép lassan el fogjuk kezdeni. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Kunce Gábor láthatjuk vendégül itt ma este a Spinózában. És... Egyben bejelenteném, hogy miután igen sok mondani valója van, nekem meg igen sok kérdezni valóm, hogy, hogy Kivételesen ma este nem lesz az a szokásos játék, ami az utolsó 15 perc, hanem majd megpróbálok a maguk fejével gondolkodni, és drukkoljunk egymásnak, hogy ez összejöjjön. Vagy drukkoljunk neki, hogy egyedül legyen elég szórakoztató, általában ezt szokta, szokta hozni. E, és akkor az, a, az az én kérésem, vagy kérdésem, hogy van-e kedved, mi tegeződünk, mert voltunk kollégák a klubrádióban egy viszonylag tekintélyes időn keresztül. Nem én voltam belőle miniszter, pedig az milyen érdekes lett volna, úgy vagyunk kollégák. Szóval, hogy van-e kedve tippelni arra, hogy holnap mi lesz az Európai Néppárt, ki tolja -e a Fideszt, vagy sem? Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek, és megtisztelték a Katit az érdeklődésükkel. Um, Szerintem felfüggesztik a Fidesz, nem zárják ki, nem zárják be se, hanem felfüggesztik, egy ilyen puha megoldást választanak. És ezt jól teszik, szerintem? Hát ugye ott, ott, tessék, itt jött a válasz, hogy jól, hát akkor most én ehhez mit tegyek hozzá. Szóval, a, ugye a, prób a, a néppártnak van egy problémája, hogy akik kezdeményezték a Fidesz kizárását, ott félő, hogyha nem zárják ki, akkor azok kilépnek. És vannak olyan pártok, amelyek azt mondták, ha, kizár, ha kizárják, akkor ők lépnek ki. Tehát, és ennek egy átmeneti megoldása lehet, hogy felfüggesztik, megvárják a választási eredményt, és utána döntik majd el, hogy mi legyen. Te nem arra tippeltél, hogy ezt meg fogja előzni Orbán Viktor, és szépen magától odébbál? Én azt gondoltam, hogy a március 15-i beszédében ezt be is fogja jelenteni, de ez végül is elmaradt. Hát neki azért érdekel, szóval a, azért a, a kezdjük azon, hogy a Fidesz az a, az a liberális pártcsoportba lépett be annak idején, 89-90-ben, és ott két nagyon nagy formátumú politikus létezett, a Otto von lambsdorff gróf, aki korábban német gazdasági miniszter volt, ő volt a liberális internacionálé elnöke abban az időben, és a Hans Dietrich Genscher, aki a német külügyminiszter volt nagyon hosszú időn keresztül. A Lambsdorffnak a Fidesz volt a liblingje, és személyesen Orbán Viktor, és ő egyengedte állandóan Orbán Viktor útját. A Genscher az pedig az sds szel volt inkább jó kapcsolatban, és rendszeresen találkozott velünk. És én meg ugye találkoztam mind a kettejükkel, és 98-ban, amikor a Fidesz választást nyert, akkor Találkoztam szintén Lambsdorffal, és mit szólok az eredményhez, hát mondtam, és akkor úgy is gondoltam, hogy egy fiatal, dinamikus miniszterelnök lelke az országnak, a kicsit megfáradt hornyul a helyén, hát nincsen olyan nagy baj. Csak mondtam, hogy van egy kis probléma, hogy ez a fiatal ember ez azért úgy me mellesleg me meglehetősen romlott politikailag, úgyhogy majd figyelje meg, hogy át fog lépni a néppártba. Hát azt mondta, hogy az ki van zárva mert a liberális csoport az van annyira ö, sokszínű, hogy ott bőven elfér egy Orbán Viktor. Na, hat hónap múlva átlépett a néppártba, mert az érdekei azt kívánták. Ugye a nagyobb csoport volt, az volt az európai vezető pártcsoport, szemrebenés nélkül átment oda, és akkor a Lambsdorff jött, hogy elnézést kér, igazam volt, és ő egyébként személyében nagyon meg volt sértve, mert ő volt az, aki pumpálta Európában Orbán Viktor. Most ezt azért meséltem el, mert most viszont nem látom az érdekét annyira, vagy ő nem látja az érdekét annyira abban, hogy kilépjen, mert nincsen hova belépni. És azért csinálni egy olyan újabb csoportot, ahol ott van a nagyon szélsőséges Löpen, a másik szélsőséges német ARD, eh, akkor a, az olasz Salvini féle társaság, szóval az, eh, akkor még jönnek majd oda esetleg úgy gondolod, a, gondolod, a hogy ez lengelek. Kínos, vagy úgy gondolod, hogy ez nem eléggé körvonalazott, nem, nem eléggé ne, nem is, ne, nem is eléggé körvonalazott, de egy kicsit azért kínos is van. Pontosabban, És a számít? ne, igen, szóval az a baj, hogy most az Orbán fejével kezdek gondolkodni, akkor kínos, mert az én fejem az nem fér bele abba a kicsi. Szóval de, lehet, hogy ő, de lehet, hogy ő ezt, meg, ő ezt meg, nem így gondolja. Tehát lehet, hogy ő neki nem lenne kínos, de az érdekei, az érdek érvényesítő képessége az biztos, hogy a néppártnak lesz, meg meg a szozdemeknek. És nem gondolod, hogy ha meg lesznek a választások, és akkor kialakul valamilyen helyzet, hogy az még simán előidézheti, hogy akkor Kíratkozik a néppártból? Tehát, hogy előbb az, megvárja, hogy milyen az, az is lehet, hogy kizárják, szakció? tehát utána már, utána már az is lehet, hogy kizárják, mert hogy a választási eredményeket... Hát vagy beölelik, hát azért ismer... tudjuk, hogy mi lesz. De természet, per, de jó, de hát az már a választási eredmények ismerete, úgyis is kezdted a kérdést. Tehát a Fidesznek van 14 vagy 16 képviselője, annyi szavazata, akkor többet ér, mintha 10 szavazata van. Ha népárt nagyon jó szerepel, akkor tök mindegy hány szavazata van a Fidesznek, mert akkor ők egyébként is jól el vannak. Ha nagyon jó megállapodást kötnek a szozdemekkel, ugye ők ketten biztos, hogy többséget adnak, és ez így volt most is, hogy a, a elnöki pozíciót adta a néppárt és a parlament elnöki pozícióját, vagy a helyettesét, azt megadta adta a, a szozdem Tehát sok minden elképzelhető a választási eredmény ismeretében, most még nem ismerjük. Jó, majd egy kicsit játszunk az egykori szdsz el hogyha van hozzá kedvük, hogy felidézzünk ezt azt, mert... Azt a adás után, amikor én már... A... Amikor már nem vagy ha, itt. Ha, nem szeretnéd felidézni az szdsz Ről az emlékeidet? De szívesen. Na jó, szó, szerintem itt biztos van legalább három ember, aki, akit érdekel ez rajtam kívül, uh, hanem hogy csak ehhez egy kis bemelegítő rugózás, hogy uh, Orbán Viktorról hogy emlékszel? Tehát a kezdeti Orbán a startvonalnál az neked bejött? Öm, nem annyira, nem annyira, de az a beszéd, a... Uh, június 16-án. A az temetési. Egy, ad, ad, igen, az újra temetési beszéd, az egy, azért az egy bátor dolog volt. Noha, azóta már ugye tudjuk, hogy. Amik, hogy Hát, hát mi el, akkor is tudtuk, bocsánat, uh, már, mint az újságírók tudták, szerintem te is. De, én is tudtam, de igen, csak csak Már, ugye, mint az oroszok a, hazaküldéséről beszélünk. Igen, úgy, igen, nem igen, nem igen nem. Csak, csak jó, de az ugye sikerült azóta is megoldani, hogy a vagy egyre inkább sugalni, hogy ő küldte haza az oroszokat. Abszolút, abszolút, az egyébként én voltam, de szívesen -e, nem. És nem, nem, nem kéne rajta nevetni, mert tényleg én voltam. Szóval az történt, hogy a, 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 bár akkor megválasztott képviselő voltam, egyszer fél négykor csengett, vagy dörömböltek az ajtón, és kimegyek, álmosan ott áll egy pasas ilyen őrült tekintettel, koszosan, hogy csináljunk valamit, mondom, hogy a mi csinálja alszom éppen. Hát, de megőrülök ezektől. Az oroszok gyakorolták, a, a tököli repülőtér mellett vagyunk, ugye? Gyakorolták az éjszakai repülést. Fölszállt, tett egy kört, leszállt, jött a másik, és ez, azért az, azok ottan elég hangosan tudtak repülni. És azt mondja, hát hát megőrülök, hát csináljon, De mondom, mit csináljuk? Azt mondja, nem magát választottuk, meg csináljon, De mondom, nem, mit csináljon, Mert fél órája ott álltunk, amikor mondtam neki, hogy rendben van, akkor, mert ez szombat volt, vagy vasárnap volt ráadásul, hétfőn megyek a parancsnokhoz, és megmondom, hogy ha ezt nem adják abba, és nem takarodnak el innen Na Hát ezt kell csinálni. És elment. Nem mentem be őszintén szólva hétfőn a parancsnokhoz. Viszont négy nap múlva elrepült a te. Tehát azért gyakorolták a repülést éjszaka, mert aztán utána az egész társaságot úgy, ahogy van, elrepítették. Tehát egy hét múlva ki volt a tököli laktanya. És, és akkor a... ez volt a rövid története annak, hogy kuncegából ötször megválasztották egyéniben képviselőt. És akkor már következő fogadórámra lejött, és azt tehát képviselő úr, ezt azért nem gondoltam. Hát mondtam, hogy megígértem, nem? Hát ez a legkevesebb úgyhogy én küldtem őket. Haza. Jó, de vissza Orbán Viktorhoz, ha nem is szívesen. A... Tehát, hogy... szóval, nem, a... én amikor már úgy személyesen, bátor, igen. személyesen jobban megismertem, akkor láttam a televízióban beszéd, az bátor beszéd volt ezzel együtt is, hogy akkor már rég folyt a csapat kivonás, mert az le volt tárgyalva, és ezt neki is megmondták, hogy... hogy nem, hogy az a kérés, hogy ne nagyon emlegessük ezt a dolgot. Ez mert, Igen, ez volt a kérés, igen, hogy ez ne, mert hogy ez már megy, csak uh, még nem manik És ez. ő meg nem azt mondta, hogy az oroszok azonnal takarodjanak, hanem azt mondta, hogy olyan kormány kell, amelyik azonnal megkezdi a tárgyalásokat a szovjet csapatok kivonásáról. Miközben akkor már ugye... Uh, Éppen olyan már, kormány volt. Igen, hát ja. Hát amikor a, azt a hat határon, kalandozok egy kicsit, nem érdekes. Um, azt a határőröktől tudtam meg később, a határőrparancsnoktól, hogy amikor a Alois Smok és Horn Gyula átvágták a, a, a hat szöges drótot, akkor azt villámsebesen kellett visszaépíteni, mert azon a szakaszon már rég lebontották, már vagy egy évvel korábban, <laughs> csak azon a szép tisztás volt, jól lehetett ott fényképezni, és ezért ott gyorsan visszaépítették. Na most a későbbiek során viszont az az emlékem van, van róla, hogy a Parlamentben, ha felszólalt, igaz, ez sok fideszesre igaz volt, akkor visszamentünk meghallgatni, mert nagyon jó beszédeket mondtak, meg volt írva mindig, de nagyon jó beszédeket mondtak, és megint ilyen bátor és ízatén, szóval tényleg érdekesek voltak, tehetséges társaságnak nézett ki. A Te kérdői. is lekezelted őket? Mert hogy ugye az volt a, az általános nézet, hogy a lelki sérülések akkor okozódtak, személy szerint a miniszter, mostani miniszterelnöknek, de egyébként a Fideszben, hogy az SZDSZ ilyen kisöcsiként megpöcskölt állandóan a Hát felüket. jó, ez tényleg volt egy ilyen legenda, meg az se esett jól Orbán Viktornak, amikor egy ilyen rendezvény előtt a Tamás Gazsi odalépett elé, és megigazította a nyakkendőjét, de ezt nem tudom, hogy ez igaz-e. De minden esetre én nem. Tehát én, én egy normál viszonyban voltam velük. Ami feltűnt már akkor is, hogy, a, hogy Orbán Viktor egyrészt a részletekkel nincs tisztában, tehát nagyon bátran beszél mindenről, és folyamatosan ugye, hát mondjuk úgy, hogy tévedett azokban, amiket mondott, mert, mert ő fölötte járt a részleteknek, azok hogy különösebben nem kötötték le. A másik, ami feltűnt, akkor ugye 94-ben akkor hát ilyen kvázi koalícióban indultunk a fidesz meg a Agrárszövetséggel, meg a Vállalkozók pártjával ez a négyes akart ottan választást nyerni. És euh, akkor is euh, feltűnt már, hogy, hogy euh, az első ember abszolút a Fideszben, és egyébként pedig euh, ezek a, azt majd elintézem, az nem probléma, azt megoldjuk az a szóval. Egy, egy, ilyen pali volt, de semmiképpen nem gondoltam azt róla, amit most meg már látok. Tehát akkor az, az nem, az nem látszott. Akkor, amikor egyébként a székházügy kialakult, akkor sem. Azért te gazdasági szakember voltál, neked rendes foglalkozásod volt, mielőtt politikus lettél. Akkor te könnyebben tudtál értelmezni ilyen ügyességeket amit egyébként a kezdő politikusok és a politikával akkor ismerkedők, vagy az újfajta politizálással akkor ismerkedő újságírók bávatagon figyeltek, hogy azért mi, mi van ezzel, és hogy mi, mi benne az érdekes, vagy mi benne ne, Mert mi azt rögtön láttuk, az egyik felét rögtön láttuk, a másik felét, majd mindjárt mondom, hogy az mi volt csak később, de az egy, az egy igen nagy trükk volt, szóval ott a, ugye az MDF meg a Fidesz megegyeztek, hogy. Közösen nekik... kaptak egy székházat, azt a. a nem, volt tíz Nem, nem mond, egyet, ugye? hanem kettőt. Ja. Kettőt, igen. Az egyik az a erőtervnek talán volt a tervezőirodája a Dunaparton, a másik az pedig a későbbi Magyar Külkereskedelmi Bank, hogy ugye neki kevesebb nézetméterük van, mint amennyi járna, ezért ők kapnak még négyzetmétert, és akkor kaptak két nagy irodaházat amit ráírtak a nevükre, és a következő pillanatban eladták. És ezzel mindkét pár több száz millió forinthoz jutott hozzá. Ezt értettük, és ez eléggé nagy felháborodást keltett egyébként abban az időben a, még, még, a Fidesz és a, és a SZDSZ közötti feszültség is, kelet, is keletkezett ebből. A másik dolog, amit aztán később tudtunk csak meg, hogy ennek a pénznek egy része magánvagyonnál változott. Például a Orbán papa ebből a pénzből vásárolta meg a, a, bányát, ami azóta is sikeresen üzemel. Igaz, a fél ország kővel van leburkolva, de hát ez most más kérdés. Szóval a, és, és, és akkor vettek páran a vezetők közül lakásokat, házakat maguknak, tehát és ezt a Fidesz tagsága se tudta, nem hogy én, de még a Fidesz tagsága se. Ez, egy, de ez már mutatja egyébként azért, hogy, hogy ők a személyes érdekeiket is igen gyorsan tudták felismerni és meg érvényesíteni is. Te láttad Simicskát működni akkoriban? Um, hát akkoriban írta Bayer Zsolt, ha még visszaemlékszel hogy makkos vállalkozók Aha. vették de. át az irányítást a, a Fideszben, de nem, a Simicskával nem volt kapcsolat, a, tehát a, a, a számunkra nem volt ő látható, ő abban az időben elbújt, először akkor, akkor vált láthatóvá, amikor az APEC elnökének kinevezték. Én Simicskával soha nem találkoztam személyesen. Sok, sokat beszéltem róla, de személyesen soha nem találkoztam. Én egyszer a tévé lépcsőjén át, ez akkor volt, tehát. 90, nem tudom, van és a tévé lépcsőjén állt és cigizett, mert euh, akkor talán egyszer életébe bement valamilyen esti politikai műsorba, és soha többet, és akkor oda mentem hozzá, hogy én is interjút kérnék a Magyar Rádiónak, és hát természetesen lepött szintet, csak hogy láttam fizikailag, ez ennyit, akarta. ennyit akartam csak mondani, nem többet. Visszatérve a kezdeti Fideszre, azért lovagolok ezen ennyit, mert hogy az SDS mondjuk az... Azt mondhatnám, hogy, hogy jobban érdekel, csak kíváncsi vagyok arra, hogy mindabban, amiben most élünk, abban az sds nek annak a pártnak, aminek te nagyon hosszan voltál az elnöke, és aminek a, az értékeivel azért még mindig nagyon sokan szívesen azonosulnánk, hogyha éppen lenne kéznél egy ilyen fajta pár, hogy az mennyiben működött közre a mostani közéletnek a kifőzésében? Tehát, hogy mennyire varható az SZDSZ nyakába az SZDSZ politikájának a Fidesz. a Fidesz? Jaj, ne, szóval, de hát, tényleg ne. Gondoltam szóval... az elején csinálok ő, egy kis kedve? De... De, de hogy de most, most hogy lehetne az én nyakamba varni? Nem a, a tiédbe, azt a az Orbán Viktor, és hogy néznék ki vele rá, de a, ne szóval, Az Orbán Viktor személyiségével a, kezdtük, az abban, volt-e az SZDSZ felnőttjeinek az, szerepe, az hogy kinöveztették az egóját a, még inkább? Az biztos, hogy nagy szimpátiával figyeltük a Fideszt, és egyengettük az útját. De amikor a négyigenes népszavazás volt, akkor ott, ahol én később indultam képviselőjelöltként, ott nem volt Fidesz, ezért aztán az sds ből öten átléptek a Fideszbe, és akkor lett Fidesz, tehát ilyen Fideszek voltak az országban. amikor az SDS megalakult, a Fidesz előbb alakult, mint az SDS. És amikor az SDS megalakult, a színházba Színházban volt az alakuló ülés, akkor az volt a javaslat, hogy legyen a párt neve Demokraták Szövetsége. Ugye ez a szövetség azért jött be mindig, mert a uh, szabad kezdeményezések Hálózata. hálózatából alakult, és akkor ez azoknak, akik ott voltak, a szövetsége lett volna, és az volt a javaslat, hogy legyen Demokraták Szövetsége. De hát erre jött a Fidesz, hogy ne csináljátok, hát akkor az, hogy mi fiatal demokraták szövetsége vagyunk, azt jelenti, hogy mi vagyunk a... SDS ifjúsági csapata. És akkor gyorsan jött a változtatás, és akkor így lett a Szabad Demokraták Szövetsége. Tehát volt egy ilyen, volt egy ilyen segítés, ugyanakkor a Fidesz már nagyon korán frusztrált lett az sds szel szemben, mert állandóan meg akart tőlünk különböződni, hogy mutassa, hogy ő aztán egy másik párt. És akkor bár hozzáteszem, hogy aztán később ezt az SZDSZ is átvette, tehát ez kölcsönös volt, ez a megkülönböződés, ugye ne felejtsük el, hogy a Fidesz 92-ben 40 os népszerűséget mutatott a közvéleménykutatások szerint, csak aztán belezuhant a székház ügybe, és abból már nem is tudott kimászni a választásokig. Úgyhogy amikor a ez elején úgy volt, miután még a szakértő bázisunk is nagyjából azonos volt, hogy fölálltak a szónokaink, és ugyanazt mondták a parlamentbe. És akkor jött, elindult a megkülönböződés, hogyha mi átmondtunk, akkor ők azért bét mondtak, mondjuk a, és fordítva, ugye jött a, jött a reprivatizációs javaslat, és akkor a Fidesz felállt, és kerek utasította, elutasította, hogy szó se lehet róla. Ugye ez mindig az volt, hogy a, az a, akkor a múlt embereinek adjuk a vagyont, miközben a jövőnek kellene elkapnia. Tehát ne. És akkor az SZDSZ azt mondta, úristát, ezek azt mondják, hogy legyen reprivatizáció, ezek meg azt mondják, hogy ne legyen. Hát hogy tudunk itt megkülönböződni. És akkor jött az a elég szörnyű javaslat, azóta se érti senki, pedig én már hány helyen magyaráztam, ez a voucher, hogy mindenki kap 20 ezer forintos vouchert és azért vásárolhat magának állampapírt vagy állami vagyont, akkor még ugye volt állami vagyon és akkor ez megtanulja, hogy hogy kell gazdálkodni a tőzsdén, meg az állampapírokkal öttagú család, akkor az már százer forintot kap, abban az időben egyébként még 32.000 forint volt a képviselői tiszteletdíj tehát az százer forint az relatíve egy a összeg volt. volt na most ezt aztán rajtunk kívül senki nem értette, a végén már mi se Úgyhogy ez a torgyán volt, ebben a legjobb torgyában sok mindenben a legjobb volt. Mert az SZDSZ-t egy -SZ sajtótájékoztatón bejelentette vasárnap, hogy akkor 20 000 forintos vouchert javasolunk mindenkinek, és azon majd vesznek állami vagyont, és akkor a hétfőn a parlamentből felállt, és ez a kérem szépen, elmentem a pénztárba, kértem a 20 000 forintomat, és nem adták oda. Na, és ott régött rajtunk mindenki. Egyébként. Én erre nem emlékszem -há. már erre. Nem. Hála Istennek, de... <themes> úgy mellesleg, akkor az SZDSZ engem bízott meg azzal, hogy járjam az országot, és az SZDSZ tagoknak magyarázzam el, hogy ebben mi a jó. Olyan három-négy hónap után jöttem vissza, és mondtam, hogy ezt most már adjuk abba, mert senki se érte, hogy ebben mi a jó, most már én se. De így, így lettem én az SZDSZ-en belül úgy mellesleg ismert abban az időben, miközben a közvélemény persze nem ismert. Akkor, amikor az első politikai ambíciót kitört, az még csak addig terjedt, hogy képviselő legyél? hát persze, hát ki gondolta volna, hogy még itt miket lehet csinálni, de az is olyan volt, hogy engem megkeresett az SZDSZ, hogy elindulnék -e abban a választókörzetben, de ez is olyan volt, hogy azt se tudták, hogy milyen települések hova tartoznak, tehát azt keresett meg a többek között, hogy induljak el abban a választókerületben, aki egyébként el akart indulni a választókerületben, csak nem tudta, hogy abba él, hanem azt mondta, hogy egy szomszéd. Oda kért föl téged, ahol de egyébként. Az, az, igen, de azt hagyján, hanem egyszer este 11-kor ülünk békésen a feleségemmel otthon, a, ugye a faluba tökölöm, már megfejtük a tehenet, már minden túl volt. És egy a cseng a telefon, jó estét kívánok, Magyar Bálint vagyok, szeretném kérdezni, hogy van-e kedve elindulni az ezdél színeiben a választásokon? Ha mondom, állj, De nem ismertem őket. Mondom, hát ez azért olyasmi, amit meg kéne beszélni, nem? Hát azt mondja, hát jó, lehet, akkor, akkor holnap után, kettő órakor legyen ilyen utca, ilyen szám, harmadik emelet, és ott majd megbeszéljük. Azt fölírtam, mondom, jó, hát mondtam a nejemnek, hogy itt valami ápoltat kiengedtek az intézetből, és most itt randalírozik, de elmentem oda. Hozzátartozik a történethez, hogy előtte eh, operálták a térdemet, ami szalagot ültettek bele, és akkor mankóval jártam, és miután ugye három hónapig feküdtem ágybát, nem borotválkoztam, úgyhogy úgy néztem ki, mint egy <laughs> SZDSZ-es szak... szakállas bácsi. Szak, szakállas bácsi. Igen, ott ak akkoriban volt az, hogy a Mérleg utcába megállította valaki a Hakpétert, és azt mondta, hogy hát Tamás Gáspár Miklós úr, hogy maga hogy hasonlít a kis Jánosra, <höhöm> <hül> 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 és, és akkor fölmentem ebbe a lakásba, a mankommal, ez időigényes volt, lift nem volt, második emeletre kellett menni, összem. és kinyílt az ajtó, és ott állt egy csaj. Egyedül, az rám nézett, és szemmel láthatóan Elkezdte számolni az időt, hogy mikor jön valami férfi ember, aki ezt a betolakodót ezt majd itt leüti. Ő volt a hodosárózi. És akkor be be bementem, úgy ült, hogy közelebb legyen a húsbárthoz, és akkor el elkezdtünk beszélgetni, aztán később hazajött a Demszki, és akkor úgy döntöttek valószínűleg, hogy jó, hát akkor engem tényleg elindítanak, és akkor elküldtek egy gyűlésre Kispestre ahol gyűltek az emberek, én ott ültem egyedül, és ennél többen voltak az otthon is. Arról kiderült, hogy az a téma, hogy, hogy a bent van a vezetőjük, aki egy hölgy volt a központban, és most fogják megmondani, hogy ki lesz a jelölt. És akkor ezek elkezdték mondani, hogy... Mit képzel a központ? Valami hülyét a nyakunkba ültetnek, mit képzelnek ezek? És már egészen paprikás volt a hangulat, amikor a hölgy megérkezett. Látszott, hogy ketten vannak, akik szeretnének jelöltek lenni. És akkor uh, uh, a, megjött a hölgy, és mondta, hogy most jön a központból, hát egy kicsit kínos, de hát mondták, hogy itt valami, víz, és elővette egy papírt, hogy valami uh, kanca, vagy kence, vagy szóval kunce, és akkor... Ottan, hát ez -e kitört a ordibált mindenki, egyedül én nem. És egyszer, egyszer, csak valaki rám nézett, aztán még egy. Aztán a végén az egész terem rám nézett, mert ö, egyetlen ember voltam, akit nem ismertek, és hát ugye SZDSZ ugye az értelem pártja, hát rájöttek, hogy akkor ez valószínűleg a kunce. És akkor fölálltam a mankóimmal, és mondtam, hogy ne, nyugodja meg mindenki, én itt nem leszek jelölt, és a mankóval kiszáguldottam. Aztán végül is ott lettem jelölt, ahol laktam persze, mert hát az volt a logikus, de ezt akkor senki sem, az se, hogy én hol lakom, meg a tököl, hol van, meg hol vannak a, a, a kispest kétségkörűk kívül, ugye arra van egyébként. És akkor végül is aztán így elindultam, és megnyertem, de ezt arra mondtam, ezt válaszul ilyen röviden, hogy a, hogy a ezek nem így ment, hogy nekem olyan ambícióim vannak, hogy elindulok, hanem engem megkerestek, és én arra gondoltam, hogy aki a rendszerváltás parlamentjébe bekerül, és ott tud valamit csinálni, azért az már nem élt hiába. Most már nem gondolom ma már így, de akkor még ezt így, annyira így gondoltam egyébként, hogy megvártam, amíg senki nincs a parlamenti fölépcsőn, és akkor egyedül fölsétáltam és az olyan fantasztikus érzés volt. Én akkor voltam először a parlamentben, amikor már megválasztottak képviselőnek. Szóval ilyen, ilyen, ott a rendszerváltás környékén még ilyen érzései voltak a politikával kapcsolatban, és várakozásai az embernek. Ez nagyon szé szé szépen egyszer csak meghatóba, vagy érzelmesbe csapottál, csak azért kérdeztem ezt az egészet, mert hogy te igazgatóhelyettes voltál egy létező vállalatnál. Tehát az, hogyha valaki elér egy ilyen pozícióba, 90-ben, 89-ben, az nem feltétlenül akarja átváltani ezt a, a totálisan zűrzavaros politikai, ö, ugyanakkor nagyon vonzó, tehát, hogy a, abszolút 89-90-ben a politikával hivatásszerűen foglalkozni, az egy igazi kaland, nem, nem rossz ízű, vagy nem rossz ízt, ígérő kaland volt, hanem Érdekes csak. De, de akkor még nem ilyen volt. Szóval az egész nem ilyen volt. Ugye én ráadásul én akkor azt a gazdasági igazgatói ténykedést abba adtam. most már az sincs, tehát mindenki az összes létező pozícióját megtartja, de én akkor azt, azt, azt lezártam. Én pont ezért és akartam tudni, hogy, hogy annyira incsiklandó volt ez a, a dolog. De mondom, az más volt. Szóval akkor a, a vidéki képviselők összejártak esténként, Együtt vacsoráztak. Mindegy volt, hogy ki melyik párból van, összejártak, együtt vacsoráztak a kisgazdák, engem minden névnapra szület, névnapi születésnapi ünnepségükre meghívtak. Nagyon jó kolbászok, sonkák voltak, meg borok, arra kellett csak vigyázni, hogy amikor verekedni kezdenek az ember, már hazamenjen, mert egyébként. Szóval az, az, egy, az egy másik világ volt a, 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 a parlament üléstermében nagyon kemény vitákat folytattunk mondjuk a mostani szemünkkel azok ilyen látjókolódzások voltak, de kemény vitákat folytattunk, de a, a folyosón az, a, az egy más, az, az, a, ahogy a, mixát, ahogy a mixát, mixát leírta, igen, hogy más dolog a parlament és más dolog a parlamentet. Torgyán, kedvenc témám, mindig a Torgyán, Na, nekem nagy vitáim voltak, amikor én voltam belügyminiszter 91-98 között, akkor a Torgyán szólt hozzá legtöbbször, én meg másodikként, mert állandóan velem szórakozott. De egyik alkalommal ő felszólalt napirend előtt, én fölálltam és nagyot belerúgtam, mire ő közölte, hogy soha vegye tudomásul, hogy soha többet nem kérdezem, nem interpelálom szóba se, állok magával, és, és én meg mondtam, hogy ez volt a cél. De ahogy ül le, ahogy ült le, már mindig átintett, csak már nem maradt rajta a kamera, De rendben vagyunk, Gabi Kámi, És akkor kimentem ezután rögtön a folyosóra, jött szembe a torgyán, szevasz, szevasz, kérdeztem, mi újság van Józsikám, hogy van Mariska néni, nagyon utálta a Mariska nénnek Azt mondja, köszön, jól van, és a Katinka, hogy van, mert azt meg én nem szeretem a Katinkát. Az is jól van, jó, lejattoltunk, és elváltunk. Szóba se került, hogy mi volt benne az ülésterembe. És hallom, hogy a kurír, még volt akkor ilyen újságírója, odalép hozzá, azt mondja, elnök úr, mit mondott magának a miniszter úr? Azt mondja, kérem abba a pillanatban. Kérem szépen, elnézést kér tőlem azért a minősíthetetlen viselkedésről. De ez, 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 úgy, benne, ez úgy benne volt, úgy benne volt. De az, tehát az egy másik világ volt abban az időben, és, és tényleg volt az emberben egy eletővéje voltam, de hogy, hogy most, most végre talán az országot, ö, ö, ugye a kompot ki lehet kötni, ö, és, és végre egy hosszú távon is biztonságos fejlődő pályára lehet állítani. Akkor, amikor az MDF megbukott, és amikor ö, megalakult a Horn kormány, akkor azt hitted, hogy most akkor így helyre zöttjen az, ami ugye az MDF erős indítás után Gellert kapott, és aztán jött, jöttek vissza a szocialisták, és velük ti, velük együtt ti. Az egy, az egy nagyon nehéz dolog volt az SZDSZ-nek, mellesleg. Így utóbb mondjuk ezt nem? Vagy már nem, akkor nem, nem, akkor is, hát, ó, akkor ezt is elmesélem. Um, hát egyrészt a közvélemény kutatások azt mutatták, hogy még a velünk ellentétes oldalon álló pártok közönsége is azt mondja, hogy az SZDSZ menjen be a koalícióba, és kontrollálja az utott pártot. De nem minden közelíteném, hanem a második forduló előtt, hát mi nagyon idegesek voltunk, mert a, a, az SZDSZ listán 19,8%-ot kapott, ugye a szocik valami 33-at, és ahogy számolgattuk a mandátumokat, félő volt, hogy a végén a szocialistáknak a parlamenti mandátum illetően 49%-a lesz, és nekünk amiatt a 2% miatt, ami a többséghez kell, kell bevinnünk a magunk 20%-át, és ez, ez baromi frusztrált minket, mert az biztos volt, hogy a hogy a másik oldallal nem állunk össze. Tehát a, a MDF Kisgazdál. kisgazda, a kereszténydemokrata nem jött össze számításba. Igen. És amikor a második forduló éjszakáján megtudtuk az eredményt, hogy a szocialistáknak 53 vagy 54 százalékuk van egyedül, akkor óriási megkönnyebbülés volt nekünk, hogy ha, de jó, nem kell bemenni. A, a, koalícióban, hát egyedül megvan a többség, intézzék a, az ügyeiket. Aztán ugye jött az ajánlata a Horn Gyulának, um, Emlékeznek akkor, hogy az első forduló előtt volt egy nagy karambolja, és ilyen koronás. koronás végen, és akkor én akkor mondtam a választóknak, hogy az, az hogy a Gyulát sajnálják, azt fejezik ki úgy, hogy táviratot küldenek neki, és jobbulást kívánnak, nem a szavazataikkal. De hát nem jött be, mert a szavazataikkal csinálták. Szóval megjött az ajánlat, hogy menjünk koalíciós tárgyalásokra, és akkor az ügyvői testület ülését összehívtuk, meg még néhányan ott voltak, akik a pártban erős véleményformálók voltak, és egyenként -egy mindenki azt mondta, hogy írjuk meg, hogy köszönjük szépen, nem. És egy volt, aki azt mondta, hogy de hát legalább várjuk meg, hogy mit ajánlanak, és utána majd meglátjuk. És akkor hú, de jó, nem kell döntést hozni, így megkezdődtek a tárgyalások, óriási nyomás volt rajtunk. A, például engem a Genser felhívott, egy vidékre mentem éppen, hogy a, ne kapkodja el az SZDSZ a koalíciós ajánlatot, vagy arról a véleményének a kialakítását, mert Magyarország barátai Sokkal jobban tudják Magyarország érdekeit a világ előtt képviselni, ha nem csak az utót van, hanem mellette van egy uh -huh. korábban uh, rendszer ellenzéki párt. Bár hozzáteszem, hogy Hornyulának abban az időben Nyugat-Európában óriási respektje volt. De ugyanígy volt a közvéleménykutatásokkal, egyebekkel, szóval végül az SZDSZ úgy döntött, hogy bemegy. Még az is szerepelt egyébként a uh, indokok között, hogyha most négy évig megint ellenzékbe leszünk, aztán utána jön egy választási kampány, és akkor mivel kampányolunk, hogy szavazzon ránk, mert mi megint ellenzékbe megyünk, vagy hogy győzzük meg az embereket. szal. egy nagyon összetett, nehéz, nehéz döntés volt, és nem gondoltam azt, amit a első kérdésedben föltettél, hogy akkor úgy gondoltam, -e, hogy most akkor majd hülye jó lesz, mert volt egy olyan probléma, hogy a... Uh, Antal József, uh, uh, ak akinek egyébként a demokráciához való viszonya megkérdőjelezhetetlen volt, úgy mellesleg, uh, abból indult ki, hogy 1948-ban megszakadt valami, ezért most oda kell visszamenni, és onnan újraépíteni az országot, és ez egy óriási nagy tévedés volt. Uh, és ez a múltba révedő... Politika, ez, ez rajta ült a kormányzat tevékenységén, és ezt az emberek nem szerették. Hát, a... Az emberek mindegy, de szerintem meg mintát adott. Tehát, hogy nagyon sok ö, olyan gesztus, ami most újra született, és, a... és ilyen de... borzalmas nagy bokorrá rá szaladt, az már akkor el volt de, vetve igen, az de a mag, at, nem? De attól még nem kellett volna átvenni. Hát mi például nem vettük át szóval és a másik pedig, hogy, hogy ennek, ennek valószínűleg volt közönsége, és az Orbán azt vette észre, Igen. Hogy ennek van közönsége, és erre játszik rá. Um, de a másik oldalon meg volt egy olyan veszély, hogy, a, hogy az egyébként 54%-kal rendelkező szocialisták között nagyon sokan vannak olyanok, akiknek a mindenről a 90 előtti megoldások jutnak az eszükbe. Tehát ez egy, ez egy nagyon nehéz koalíció volt, nagyon sok vitával. A végén a. a Ugye akartunk például új alkotmányt írni, és az azért bukott meg, mert a kormány tagjai beleértve Hornyulát is nem szavazták meg azt az alkotmányt, amit egyébként, hát a mi embereink, igaz, akkor még konszenzussal, de előterjesztettek. És azért nem szavazták meg, mert egy csomó olyan szociális garancia hiányzott belőle, ami egyébként ő szerintük, hát egy szocializmusba ugye miért is ne lenne mondjuk, hogy, a szocializmusban kötelező volt dolgozni mindenkinek, voltak ilyen munkanélküliség házon belül volt. És akkor a, a ebbe az új alkotmányban nem volt benne a munkához való jog. És akkor ilyen, ilyen alapon nem szavazták meg, szóval az egy elég nehéz és kemény időszak volt. De akkor hadd még egy különbségre, hadd hívjam fel a figyelmet. Nekünk 72%-unk volt a kettőnknek együtt és csináltunk egy csomó olyan szabályt, ami lehetővé tette, hogy az ellenzék is megmutathassa magát. Ugye a kétharmados törvényeket négy ötödössé alakítottuk, a alkotmány elfogadást négy alakítottuk, a, bevezettük az azonnali kérdések óráját, akkor vezettük be a parlamentben, akkor, a, akkoriban az volt, hogy, a, hogy egy ellenzéki indítvány, ha nem kap egyharmadot, akkor már nem jöhet a plenáris ülés elé ezt, ezt 20%-ra vittük le, mert, mert az ellenzéknek volt 26%-a, vagy mennyi a parlamentben Szóval egy csomó gesztust tettünk az ellenzék felé, és most akkor gondolják végig, hogy 2010-ben jön Orbán Viktor kétharmaddal, és kiradírozza ki a 90 és 2010 között működő parlamentáris demokratikus rendszert. Azért ez egy lényeges különbség volt és ebben az utót pár szocialisták abszolút partnerek voltak. Tehát ö, ö, több volt már akkor a szocialista pártban a köztársaság és a demokrácia iránti affinitás, mint a mai Fideszben. Hmm. Ameddig is szól, addig gyorsan, megkérdezném azt, hogy a... Hosszabban is <gül> <gül> Röviden így áll, hogy a tocsik ügy az téged személy szerint mennyire... Ö nyomott hókon. Vagy láttad belőlről? Tudtad, hogy ez micsoda? És emlékszik itt még valaki, hogy az 700 millióról szólt összesen? Hát akkor rosszul. Nem? Mert 8, nyol, nyol, igen. 8? Nyolc? Bocsánat. Nyolc, igen, de hát még akkor 8, napum. Um, szóval nem, hogy én, hanem a Pető, a, a Pető Iván se tudta, hogy ott mi történt. Um, de most neked is mondok egy meglepőt. Szóval a Tocsik úgy, úgy borult ki, hogy az sds nek volt Zánkán 1996. szeptemberében egy ilyen önkormányzati összejövetele. Úgy minden évben összehívtuk a polgármestereinket, képviselőket, és megbeszéltük a helyi politika, meg az országos politika ügyeit. És ott pénteken délután Dorma Alajos és Vekler Ferenc tartottak egy sajtótájékoztatót, hogy az APVRT-nél egy jogásznő több száz millió forintos megbízásokat kap, és ez nekünk gyanús, és ezt ki kellene vizsgálni. A tocsik ügyet az SZDSZ borította. A saját fejére, a saját Utána, az, De ez az, 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 hogy akik ezt a bilit tartották, az nem tudták, hogy magukra öntik. <laughs> uh, és aztán uh, a, ebből volt egy uh, nagy vita is akkor, Szocik is többen néztek, hogy mi történik. Rá, talán egy vagy, egy vagy két hétre beolvasták a rádióban, mert hogy, mert hogy ugye akkor kiderült, hogy 840 millió forintot kapott a hölgy, és 160 millió forint elindult egy cég felé, 320 millió egy, egy másik felé, és ennek az egyiknek, a 160 milliós, az, az, egy Miskolci cég volt talán, felolvasták a felügyelőbizottsága igazgató tanácsa tagjait, és a felügyelőbizottsági tagok között volt egy pasas, aki egyébként a Pető Iván kampányában dolgozott zuglóba az előtte lévő választáson, és a Pető ezen teljesen megdöbbent, és be akart rohanni a hét című műsorba este, hogy az SDS érintettségét bejelentse, és egyúttal lemondjon. Akkor őre lebeszéltük a lemondásról, de bement és közölte, hogy a Tocsik ügyben az SZDSZ érintett. És akkor ezzel sikerült magunkra rántani, az MSZP nyilatkozott, hogy ők meg nem érintettek a Tocsik ügyben, úgyhogy nem tudják, hogy mi az. És akkor a, a, ezt a céget, meg a másikat is, amelyikhez a 320 millió ment, ezt tovább vizsgálta a rendőrség meg az APEC. Mi voltunk kormányon, mi adtuk a rendőrség vezetőjét, mi adtuk az APEC vezetőjét, és azok szépen megvizsgálták, hogy mi történt. És a, ennek a vállalatnak a üzleti kapcsolataiban a harmadik sorba feltűnt egy cég, amelyik a akkori Mérleg utcai székházba volt bejegyezve, és innen mondhatta azt a közvélemény, hogy hoppá, ez a pénz, ez az SZDSZ lett volna. A pénzt egyébként, amikor ez kibukott, azonnal visszautalták, tehát ráadásul úgy rántotta magára az SDS a Tocsik ügyet, hogy egy fillér se jutott hozzá. Hogy aztán azzal a pénzzel mi lett volna, az tényleg bejön az SDS csatornán a párthoz, vagy pedig más csatornák irányába megy, ezt soha nem fogjuk megtudni. De minden esetre ez volt a Tocsik ügy a, a, ugye mi pláne nem, de abban biztos vagyok, hogy a Pető nem tudott róla, mert az a mély megdöbbenés, ami látszott rajta, amikor kiderült, hogy az ő kampány embere valahol Miskolcon valamiben benne van, szóval ez, de minden esetre a soha semmi az SZDSZ-nek annyit nem ártott, mint a Tocsik. Ugye ez az ártatlanság elvesztése volt. Egyébként meg azt érdekelne, hogy a koalíciós összeállás a szocialistákkal, ami egyébként szerintem, ha mennyire visszaemlékszem az akkori közhangulatra, az egy választói akaratot is kifejezett. Tehát, hogy Magyarországon valamilyen sajátságos okból a liberalizmus nem a klasszikus nyugat-európai e, ilyen agyi összefüggésben működik, hanem a baloldali emberek szoktak egyben liberálisok is lenni, tehát nincs a, a választói elvárás. Én úgy vélem, hogy akkoriban nem az volt, hogy... E, szintiszta, szabadkapitalista elvek szerint működő, ö, az egyén szabadságát tisztelő és stb. típusú párt, a liberális párt és a, a baloldali, az pedig a szolidaritás szegénysége. Ö, ne, hanem, hogy valahogy ez a választói akaratban Magyarországon olyan, mint hogyha történelmileg ö, egybeesne, vagy diktálná azt, hogy koalícióban működjön ez a kétfajta értékrend, ami volt, aképpen közel van egymáshoz. Hát igen, hát gondolj bele, hogy a F. Havas Gábor Solt Otília, akik ugye szegénységkutatók voltak, Szeta. hát így van, a SETA alapítói és működtetői, vagy a Mécsimre, Imre Szalm, na, amikor a 90-ben döntött az SZDSZ, hogy melyik nemzetközi pártszervezethez csatlakozik, akkor nagyon nagy vita volt arról, hogy a liberálisokhoz vagy a szociáldemokratákhoz menjen. Ugye az SZDSZ-e tekintetben egyébként, mert Hollandiában a... VVD meg a D66 nevű pártok közül az egyik az konzervatív liberális, a másik az szociálliberális, vagy a németeknél az FDP az konzervatív liberális. Az SDS az, az a a mindkettőt magában hordta, mert azért a Tardos Márton, Sós Károly Attila féle közgazdászok azok, a, azok azért inkább konzervatív, liberálisok voltak, míg mondjuk a, ez a Solt F. Havas Gábor féle vonal, ez pedig inkább szozdem volt. Ö, jó, de azt szokták mondani, hogy a szocialistákkal való koalíció kötés volt az, amelyik tulajdonképpen az első alapos szöget bevelt a SZADESZ koporsójába. De az törvényszerű, az, törvényszerű volt, ugye az SDS alakult a demokratikus ellenzékből, egy csomó hitele, annyira nem csomó, nem azok olyan sokan, de egy csomó hiteles ember, akik kemény rendszer kritikával léptek fel, ezt vette a nagy közönség, jött a négyigenes szavazás, ahol ugye Pusgait akadályozták meg meg, meg, egy, meg, meg azt, hogy valódi váltás történjen, bármint azt segítették elő, hogy valódi váltás történjen, és megakadályoztak mindenféle pozícióát, mentéseket. És akkor jött a választás, és egy, egy nagyon harcos, egyrészt nagyon harcos antikommunista, másrészt nagyon erősen változást igénylő közönség szavazott 20%-ban az SZDSZ-re. 94-ben akkor más volt a helyzet, mert 94-ben az SDS-nek volt egy nagyon jó gazdasági programja, miközben az MDF-nek szemben láthatóan nem volt, a MSP-nél meg nem derült, hogy mit akarnak csinálni, akkor ugye keményen vitatkozott egymással Honnyula és békesi. Emlékeznek talán, hogy úgy érezték, hogy 360 lesz megint a... 360 Az most van. 360 lesz megint a kenyér. Szóval. És akkor az SZDSZ-t nagyon támogatták a különböző vállalkozók, önálló egzisztenciák, hogy tényleg legyen itt egy normálisan működő gazdaság, de ott voltak velünk azok a, azok a harcos antikommunisták is, akiknek körülbelül idáig terjedt az elképzelésük az országról, hogy a, hogy a komcsikat tegyük, tegyük félre, és még ennél durvábbakat is mondtak. 92-ben volt egy közvéleménykutatás a párton belül, de nagyon sok ember, ugye most ezek a közvéleménykutatók 1200 embert kérdeznek meg, és ebből vonják le a következtetést, hogy milyenek a párt preferenciák Magyarországon. 92-ben az sds nél 20 ezer tagot kérdeztek meg, és kiderült, hogy a tagok valami 17%-a nem tudta, hogy ki az SDS vezetője, ugye a kis János. Akkor kiderült, hogy a tagoknak, ugye a fele körülbelül semmilyen vonatkozásban nem liberális. Kiderült, hogy a tagoknak a 66% a halálbüntetés párti. Na most, amikor a, elmentünk a szocialistákkal koalícióra, és jöttek ezek a nagy viták, mert azok azért voltak, gondolom sokan emlékeznek még rájuk, akkor, akkor ezek. Először nem, a koalícióba lépéskor még nem, de utána egymás után hagyták el a, a pártot. Volt olyan, volt olyan szervezet, például a Budaörsi, ahol egy az egybe léptek át a mi évbe. Egyedül Wittinghoff Tamás maradt liberális, mindenki átment a miébe. Tehát az ezt, egy nem ezt volt annyira nem tiszta. A, a, igen, annyira nem volt tiszta. Az a, az a liberális párttagság, mint ahogy az sokan Mert Azok történt. az antikommunizmust értették. Hát de, ők, vagy... ők ugye, igen, hát nagyon sokan voltak közöttük jobboldaliak egyébként, és nagyon sokan voltak közöttük szélsőségesen jobboldaliak, de nem abban az értelemben, ahogy azt most használják, tehát nem ilyen fasisztoid dolgokat nem kerültek elő, de hát ugye a a halálbüntetés, a rendpártiság, a, a, harcos antikommunizmus, a, a bünt, vegyük el a vagyonokat, például szóval ilyen, ilyen történtek, hogy aztán mennyire hát visszaütött a koalíció, hogy a, ugyanakkor 98-ra az országnak azokban a, azokon a részein, ahol korábban nagyon erős volt az SZDSZ a Nyugat-Magyarország, Győr-Sopron, Moson, Vas megye, ezekben a megyékben nagyon lezuhant a támogatottságunk, pedig ott voltak azok a, azok a bizonyos vállalkozó, előretörő egzisztenciák, de nem kértek a félszociális. Bocsánat, arra emlékszem, hogy 90-ben az első szabad választáson, amikor az SDS Nyugat-Magyarországon igen jó eredményeket produkált, akkor óvatlanul megengedett magának a műsorvezető valami félmondatot, dicsérő félmondatot, hogy az ország intelligensebb fele, és akkor ebből elég nagy cirkusz volt. Nem emlékszel? De igen, jó, nagyon nagy bal belőle. De hát ennek akkor ellensúlyozására hadd mondjam el, hogy én meg 2014-ben elindultam még egyszer a választáson, aki kaptam, de egy ilyen... Öt megnyerés után egyszer. Igen, de egy ilyen gyűlésen kérdezték, hogy milyen eredmény lesz, és én mondtam, hogy hát én tulajdonképpen én megelégszem az értelmes emberek szavazataival, mert az elsősorban egy parazbács, hogy nabaz meg. Úgyhogy akkor most ellensúlyoztuk a... Jó, az így most rendben van. Azt akartam mindenféleképpen tudni, hogy hogy lettél belügyminiszter? Tehát, hogy milyen koalíciós alkó következtében esett rád a választás? Hát a, ugye a koalíciós tárgyalások az egy érdekes dolog volt megint csak, mert a, az SZDSZ az eljárás rendre helyezte a hangsúlyt, hogy mi van akkor, ez van, az van, ilyen egyeztetés, olyan, erre, arra. A szocialisták, hongyulát, ezek nem érdekelték, mindenbe belement, őt a pozíciók érdekelték. És amikor a, ugye a minisztériumok osztására került a, került a sor, akkor világos volt, hogy, a, hogy a, az ut, azok után, amik ugye a múltban történtek, hát az SZDSZ nem engedheti el a belügyminiszteri tárcát. ugye ja, ez, ez volt e, egy e, u, ilyen előre eltökélt és a, De ezt a horgyula abszolút első mondta, pillanatra hogy oké. azt mondta, uh -huh. hogy oké, mert ő is érezte, hogy azért ez nem... Nem, nem lenne kerek ez a történet, hogyha már a Gázoli, amikor amikor megbuktak, ugye, és elhagyta 90 volt belügyminisztérium, volt belügyminiszter. Aki megbízott volt akkor. Volt szociális megbízott belügyminiszter, ugye, mert a, a Horvát István volt a belügyminiszter, csak és az be belebukott a, a Belébukott. Igen, vagy Igen. Vagy igen vagy és vagy. akkor jött a gázoli, és akkor az azt mondta, hogy ne nagyon rámoljanak szét ott az író, mert vissza fog még jönni. Szóval így gondolta ő, mások meg nem. És akkor, és akkor az is hát világos volt, hogy, a, hogy a, az sds nek az akkor leginkább inkább előlévő politikusának kell ezt a pozíciót betöltenie, és ez meg én voltam, és meg az az igazság, hogy, hogy, hogy az SZDSZ mértékadó emberei nem is nagyon akartak mást engedni, úgyhogy így lettem belé. De miért nem akartak mást engedni? Hogy? Mi az, hogy nem akartak az SZDSZ-es mást hát Ugye, mert egy párton belül különböző ambíciók nagyon léteznek. És ezek között vannak fékezhetetlenek, meg nem fékezhetetlenek, és nem akarták, hogy fékezhetetlen ambiciói emberek a belügyminiszteri jussanak. Ez annyira jó, és nem lehetne így utólag, már húsz évvel később megmondani, hogy ez hogy is volt, ki, kiről beszélünk? Na persze, hogy nem. Miért nem tanultad meg a Puk Na, hogy bizonyos dolgokat nem mond el az ember? De egyébként magunk szólva. 30 éves titkosítások, hát most már 20 éve tehát ilyen régen. Réelleg... Hm? Jó, szóval nem. Nem, nah, nem, nem, nem. Rendben van. Te ezt élvezted? Nem. Nem? Nem. Pedig úgy nézett ki, egyébként csak azért mondom, mert hogy akkor derült ki. De akkor a... te még nem látt engem élvezni, ha ez úgy nézett ki. <laughs> <laughs> Tényleg nem. De hogy annyira jó kedéllyel csináltad. Tehát, hogy de az, az de volt a benyomás. A... Tök kiegyensúlyozott a... voltál, nagyon higgadt, és sokat röhögtél. Kínomba. De nem. De én szerintem a politikát nem kell úgy csinálni, hogy Üveges tekintettel meredsz előre, és mutatod, hogy az ország összes gondja nyomja a válladat, és össze rokkansz a teher alatt. Hát most, hát most nézd bele az én szemembe, meg nézd bele a kövérébe, és rájössz, hogy miről beszélek. Hogy, hogy ne részletezzem tovább. Szóval ezt, ezt ami, amikor, amikor kell, akkor ezt nagyon keményen is, komolyan kell csinálni, de nem mindig kell így. Hát azt lehet könnyedében is csinálni. Figyelj, az ügynökügyek, akkor, amikor te oda kerültél, akkor nem repdestek ki ilyen aktácskák abban a periódusban, szerintem. Az előtte repdesett, utána rebdest, akkor, mint hogyha nem. Hát, De lehet, hogy én már elfogult vagyok, és mert so, annyit azért elmesélek zárójelben, hogy már nem tudom, hogy hányszor kellett. Hunce Gábor belügyminiszter úrhoz interjúra mennem, de mindjárt az első alkalommal valami oltári jót röhögtünk valamin. Vagy is én, én. Tehát, hogy, hogy nagyon na, nagyon jó humorral kezelte az újságírókat, az ügyeket. Nem volt kínos ö, ügynél kifarolás, akkor még divat volt kínos ügyeket megbeszélni, mert, mert fogadtak bennünket, tehát nem, nem oldalva rúgtak. Hát volt egy. Ö szoba a belügyminisztériumban, minden újságírónak volt belépője. Volt egy szoba a belügyminisztériumban, ahol az újságírók bejöhettek és lehívhatták azokat, akikkel tárgyalni akarnak. És ebben a szobában minden, anyag, minden, előkészítő anyagot is bemutattunk, ami, amitől én nagyokat szívtam, mert ugye a, a apparátus kidolgozta, hogy ö, ö, építsünk szélmanót a belügyminisztérium tetejére, és aztán jött a miniszteri értekezet, hogy azt mondtuk, ezt hülyeség nem építünk. A sajtó meg megírta, hogy ezek a hülyék szélmalmot akarnak építeni a belügyi szélünk. Tehát ezt szívtam ezen, de sőt tovább megyek. A Hága Antóniának belépési engedélye volt minden börtönbe, meg fogdába, hogy megnézhesse, hogy a fogvatartottakkal megfelelő módon bánnak-e. A Közökség pedig a Kerepestársai Menekült Táborba írt. Száz oldal, igen, és írt az bizottság, így van, és egy százoldalas jelentést írtak arról, hogy milyen rettenetes állapotok vannak a, a menekült táborban. Tehát az, az azért másként működött, az kétségtelen, hogy ez, ez egy kicsit fárasztó, mert ugye borzasztó sok negatívum jön vissza emiatt amit meg el kell tudnia viselni a politikának. Most nézd meg most, jön egy ügy, és megkérdeztük a ö, emmit, az én eddig azt hmm. hittem mindig, hogy ez egy csaj, de nem, az mostan <laughs> már más. Az emmit, és majd, ha válaszolnak, akkor majd visszatérünk a kérdést. És nem válaszolnak, nincs válasz, kész vissza. És igazuk van, mert két nap alatt minden eltűnik, mert jön helyette, jön helyette másik. Viszont akkor robbantgattak kicsit? Nagyon. Abban az időszakban? Hát ugye, ez is, ugye a <coughs> olajügyek jellemezték 90-től kezdve a alvilág tevékenységét. Kényes. Igen, ugyanis volt az a egyébként euh, jó szándékú és nagyon rosszul kivitelezett javaslat, hogy ugyanannyiba kerül a, 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 a gázolaj, mint a fűtőolaj, de hogy valaki ne tudjon tankolni, tankolni és úgy azzal fűteni, ezért aztán olyan Más adalékot, volt. anyagot tettek, a, adalékanyagot tettek a, a fűtőolajba, hogy megkülönböződjön a normál gázolajtól. Az olajszőkítés meg abból állt, hogy a benzinkútnál lévő olajat kiszökítették, hogy úgy nézzen ki, mint a fűtőolaj, és akkor jó áron el lehetett adni. Most ezeket a kapukat 96 elejére becsuktuk, és akkor az olajban megkeresett pénz, az keresett magának befektetési lehetőséget, és ugye nem szociális otthonokat akartak építeni, hanem a fővárosi alvilágot akarták maguknak megszerezni, de ott már voltak. Tehát ott már az éttermek, a kaszinók, a, a hölgyek futtatása, Leosztott ez volt. már le volt, le volt osztva, és akkor az osztozkodás újraosztás nem sikerült, és ezt próbálták meg ezekkel a módszerekkel, a robbantás, merénylet, egyebek. És ennek volt egy mellék kísérő jelensége, az már, az már 97-98-ban, hogy elkezdtek úgy is robbantgatni, hogy senki nem értette, hogy ott, 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 mi történik, hogy bedobtak egy kézigránátot egy használt telepre, az szólt egy nagyot, négy autó megsérült, és reggel már bemondta a tév, rádió, hogy újabb robbantás Budapesten. Ö, és ez három naponként megismétlődött. Ugye akkor volt a, a robbantása, volt egy a Kisgazda székháznál sikerült hatástalanítani, de volt egy a Tordján lakásánál, a, Fidesz, Szájer. A, a Szájer lakásánál, Igen. és a Fidesz székháznál, ami ugye most nem akarok humorizálni, hogy az alvilág ugye harcolt egymással, és hát ennek vannak ilyen következményei, de biztos, hogy ezek politikai indítatásúak voltak, tehát el kellene ezek, el kell különíteni az alvilági robbantásokat, meg ezeket. Hát ha most nem kell itt találgatni, mert, illetve nem, nem szerencsés ilyenkor találgatni, de valószínű, hogy volt benne egy szlovák szál, ugye a Mecsiár féle Szlovákia le akarta az országot járatni, Hát ez az egyik változat. Tényleg, hogy ezek a megbizottak, akik bérgyilkolásokat hajtottak végre, ezek direkt voltak itt de mozgatva? De a, a, a torgyán lakásánál a robbantás az úgy volt, távirányítóval csinálták, hogy még véletlenül se legyen ember a közelbe, Aha. amikor robbantanak. Ugye a Szájer lakás az emeleti lakás előtti robbantás az úgy volt, hogy ember nem járt a közelbe, tehát ezeknél a, a szerintem politikai indítatású robbantásoknál emberek nem sérültek, viszont hát oltári botrány volt ugye mindegyikből. Szóval ez egy, ez egy másik tészta volt, míg az alvilági leszámolások esetének, hát ott maradtak a halottak. És akkor Horn rátkente? rád kente? Mármint azt, hogy mi ez nem közbiztonság? Hát igen, amikor a fenyőt lerőtték, akkor ő a, a fenyővel... De az már 98 volt. A, az 98 volt, igen, de akkor mondta, hogy ami itt van, az nem közbiztonság, amikor a fenyőt lerőtték. De hát Hornyulának volt egy... Ő nem szerette a koalíciót. Szóval a, a Hornyula egyedül szeretett volna kormányozni. 94-ben tudomásul vette, mert őt is nyomták egyébként Európából. Tehát ott tudomásul vette, hogy ez így kell, Jobban néz ki, tehát igen. kell egy másik. de 98-ban már úgy gondolta, hogy megérett a helyzet, hogy most már egyedül kormányozzon, és akkor nagy erőkkel bontott le engem is, meg bontott le a magyar Ott Ugye nagy pedagógus tüntetések voltak a, annak idején, annak idején még tüntettek a pedagógusok, csak a fiataloknak mondom, hogy az a tanár, amelyik megy az utcán táblával, az a tüntető pedagógus, ilyet most nem nagyon láthatnak, Uh, ugye abban az időben az önkormányzatiak voltak az iskolák, ma minden állami. Ha ott egy önkormányzati pedagógus elmegy, lehet, hogy a polgármester még egyet is értett vele. Ma kirúgják az iskolából, nem talál másik iskolát, mert mindegyik állami. Úgyhogy, szal Honjula, uh, azon kívül, hogy felháborodott ezen a fenyőgyilkosságon, azon kívül az is benne volt a pakliba, hogy, hogy lebontani az SZDSZ. Tehát abban az időbe csinálta meg, hogy talán még emlékszel rá, hogy megkötötte a bős nagymarosi szerződést újra. Uh -huh. um, az SZDSZ tiltakozása ellenére. Hát a, olyan, abban a kampány még volt hátra a két hét, és csináltunk egy küldött gyűlést, ilyen, hogy az SZDSZ az volt a kongresszus. Ugye ilyen választási kampányban ez arra megy a játék, hogy megmutat, hogy mi milyen sokan vagyunk, mi milyen okosak vagyunk, milyen jókat mondunk, micsoda lendület van bennünk. Erről szól a, ilyenkor már a kongresszus küldött gyűlés. Azt meg kellett szakítani, mert a küldöttek elmentek a Bős Nagymaros miatt rendezett kormány ellenes tüntetésre. És akkor ott szépen tüntettek a kormány ellen, majd délután visszajöttek, és tovább mutattuk, hogy milyen marha jó kormánypárt vagyunk. Szóval nem volt az egy egyszerű dolog végül is. Honnyolának csak félig jött be, mert mi tényleg megbuktunk, de ő is. Szóval és hozzáteszem, hogy ő, ők, a szocik, Listán majdnem ugyanannyi szavazatot kaptak, mint négy évvel korábban. Ott nem érte őket veszteség, és az első fordulóban nyertek. Csak utána jött a kisgazda-fidesz egyezkedés, ahol 83 helyen a kisgazdák visszaléptek, visszaléptek a fideszesek javára, és a második fordulóban annyi egyéni választókörzetet nyert Orbán Viktor, hogy azzal már többségbe kerültek, és így tudta Ezt mondta is a torgyám mindig, hogy ő segítette a, a Fideszt kormányzáshoz. Hát, meg is bánta. Igen, aztán mert őket meg a halálba segítette már, mint a kisgazdákat Igen. a fidesz. E, azt akartam volna még tudni, hogy neked rossz ízed maradt ebből a miniszterségből? Mert hogy miért nem vállaltál utána? Még volt két koalíciós periódus, és um, feltételezem, kér, hogy ajánlathattak volna neked más kért, kértek is min igen. miniszterséget. De ott az, volt a, az volt a nagyon fura vagy kellemetlen dolog, vagy nekem legalábbis, én úgy értem meg, hogy ugye a, a kormányban a miniszter, és ez a magyar rendszer, hogy a kormányban a miniszterelnök az első, de ez annyira igaz, hogy, hogy, a miniszterelnökkel szemben lehet bizalmatlansági indítványt megfogalmazni, és ha ott leszavazzák, akkor megbukott a miniszterelnök, de miniszterrel szemben nem. Tehát a miniszterelnök az, az védi abszolút a minisztereit, viszont cserébe meg a miniszterelnök szava dönt minden egyes kérdésben. És a Hongyula azt csinálta, nekem nagyon sok vitám volt vele, azt csinálta, hogyha úgy látta, hogy a vitában a, nekem lesz igazam, ha szavazásra bocsátja a kérdést, akkor azt mondta, eldöntöttem kész. Ha úgy látta, hogy neki lesz igaza egy szavazásnak, akkor azt mondta, na szavazzunk, hát végül is a kormány ugye demokratikusan működik, és akkor szavaztunk, és neki lett igaza. Csak utána viszont én kijöttem, és egy másik párt elnökeként nem mondhattam azt, hogy mi kérem, ezzel nem értünk egyet, hiszen éppen ott döntött a testület vagy a miniszterelnök, és én ebből levontam a tanulságot, hogy egy koalícióban az nem jó, hogyha az egyik miniszter az beosztotja, a, illetve egyik pártelnök az ilyen értelemben beosztotja a elnöke? másik pártelnöknek. Na, csak nézd meg, hogy a torgyán az első néhány hét után kiszállt a kormányülésekből, soha többet nem vett részt kormányülésen, valakit küldött mindig maga helyett. Hogy ne gyakorolja rajta a hatalmat az Orbán? Hogy ne, pontosan így van, mm. hogy, a, hogy a szabad vélemény nyilvánítása, meg állásfoglalása, meg a kisgazdapárt kicsit elkülönítése az azért megmaradjon. Jó, ez egy nagy balhí után történt egyébként, és azzal ment ki a teremből, hogy ránézett a miniszterekre, és azt mondta, hogy uraim, az Audi kulcsokat a portán adják le. Ó. Ja, neked is volt Audit? nekem egy mercedes nem nekem, hát amilyen a mercedes szel vittek, mert az ilyen hosszított Mercedes volt, mert abban elfértem, és egyébként 7 éves volt, és a, ezt megelőzően a Kádárnak volt az egyik Mercedes-e. Na most ebben mi a hát most De... Az, az volt az volt négy éven keresztül, azzal, úgyhogy mire befejeztük, addigra már 11 éves autó volt, de elég jó állapotban. Még annyit plegykát kérdeznék, hogy állítólag a borost azt nagyon szerették a, a rendőrök, az igaz? Te, te, ennek a nyomát találta, tehát hogy az egy ilyen ö, számomra elég vérfagyasztó, de amúgy a, el tudom képzelni, hogy a, a fegyveres testületeknél dolgozók számára vonzó, szögletes, rendes magyar katona ember Ehhez képest Igen, te meg ö... csupa nevetés, csupa... Vagy um, biztos tudsz te is ilyen alaki lenni, hogyha muszáj, de um, hogy, hogy te mennyire nyugözted le a, a testületet? Hát én baromira, de a, 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 a Borost egyébként kedvelték, hogy a Boros Ludovikát végzett, és ez a szögletes katonás valami ez benne volt, és a ő Hát állandóan azt mondta a rendőröknek, hogy azt is ütni kell, meg azt is ütni kell, meg a rend, és a stb. Hát ezt a rendőrök egy része természetesen szerezte, szerette, és nagyon nehéz volt visszacsinálni. Szóval a, a, a rendőrségben egyébként is az benne van, ha még aztán biztosítást is kap, vagy biztatást is kap hozzá, akkor pláne. Ugye szóval ott ez az alaki dolog, hát a, akkor. E, egy-két hónapja voltam talán belügyminiszter, jött a, a rendőr szakközépiskolában a kibocsátás, kibocsátó ünnepség. Ugye az olyan, hogy akkor felsorakoznak a végzett csapatok, vagy osztályok, és akkor van egy vörös szőnyeg, és jön a belügyminiszter innen, innen megjön a parancsnok, a parancsnok díszlépésbe, a belügyminiszter olyat nem tud, és akkor találkoznak, akkor a parancsnok jelenti, hogy mi vagyunk itt, amit a belügyminiszter tud, mert olvastam már, de akkor utána, akkor utána, meg kell fejet kell hajtani az ászlónak, majd az van a szövegkönyvben, amit én abszolút áttanulmányoztam, hogy, hogy a belügyminiszter megszemléli a tiszteletére felsorakozott osztályokat. És akkor én elindultam a vörös szőnyegen megszemlélni az osztályokat. Mögöttem jött a parancsnok, de kard van nála, egyik kezéből fogja a kardot, tiszteleg. Az egyik szemével nézi a osztályt, hogy nehogy el, vagy nekik menjen, vagy. El. A másik szemével nézi a szőnyeget, hogy nehogy lemenjen róla. Harmadik szeme meg nincs, engem már nem látott. És amikor odaértem a lányosztályhoz, akkor ott megálltam megszemlélni. Ugye ez volt, a, ez volt beleírva a forgatókönyvbe, megszemlélni a, a tiszteletemre felsorakozott osztályt. És addig ott maradtam, amíg mindegyik nem mosolygott. És a, a parancsnok meg a hátamon landolt, mert díszlépésbe. Dí, 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 és akkor hát mondtam, hogy behasználom, ja, és, és ez most mi volt ez, miniszter úr? Hát mondom, oda volt írva, hogy megszemlélem, megszemlélem. De az Árpi bácsi, ha már, amikor a, a határőrségnél megszüntettük 97-ben a sorozást, és akkor, amikor az utolsó sorozott állomány elment, akkor ott is csináltunk egy ilyen elbocsátó ünnepséget. A koreográfia ugyanaz, hogy fölsorakoznak, szőnyek, zene, jön parancsnok, jön Árpi bácsi, innen, onnan, el. Elmondtuk neki, hogy miket csináljon és ő is hallgatta, és azt mondta, hogy ott leszel. Mondom, ott. Akkor mondjad, hogy mit kell csinálni, mert én egyedül csak marcon a pofát tudok vágni. <laughs> <laughs> Árpi bácsi a marcon a pofájára. De van, aki ezt, van, van, aki ezt, ezt nagyon élvezte. Nem mondom meg, hogy melyik volt, de ez se. De az egyik belügyminiszter még előttem, és hát nem a Balázs meg a Boros. az volt, akkor én a szeret... Én nem tudom mondani, nem, nem, mondtam, én nem mondtam ilyet. Az imádta, hogy uh, ilyen, ilyen valami közrendvédelmi akciónapnak hívták ezeket, vagy minek, és akkor, hogy akkor a rendőrök mindenütt ott vannak, és összefogdozzák a bűnözőket, és, uh, és az... Na most ugye a rendőrök meg nem hülyék szemben a közvélekedéssel. Úgyhogy egész héten, akiket elfogtak, azokat nem jelentették be, hanem csak spájzolták. <laughs> és akkor jött ugye a, a közrendvédelmi akciónap, hogy mi az lehet, hogy valami hasonló neve volt, és állítólag a, ült, a belügyminiszter ült, ült egy karosszékbe, nem mondják el senkinek. Ült egy karosszékbe, körülött a tábornokok, és jelentem, elfogtunk egy két hónapja körözött be, és akkor jelentem, és ott jelentettek, és ez elolvadt a gyönyörűség. Hát a, annak idején, amikor még akkor nem tudtam, hogy én például milyen pályát futok be, de tökölön avatták a új sportcsarnokot, még a 94-es választások előtt, és jött ki a belügyminiszter avatni a kónya. Na most imádta ezt a személyi biztosítást. És ment a kónya, és megjegyzem az emberek meg, szóval az emberek nagy tisztelettel néztek a, a belügyminiszterre, a minél nagyobb a hókusz-pókusz körülötte, annál nagyobb. A. És jött a kónya négy ö, ilyen biztonsági emberrel, ő megment középen, úgy mentek, mint egy baldainos ágytető nélkül. Ternyőn, és, és, úr, úristen, és ott nézték. És amikor én ugye belügyminiszter lettem, megszüntettem ezt a személybiztosítást. Teljesen? Akkor, nem volt semmilyen kísérőd? Egy hát sem. a sofőr az azért volt, hát azzal mentem. Nem, az teljesen megszüntette a lakást is, meg a, meg a személybiztosítást. És nem lett semmi bajom tőle. Ő, ő, de amikor én aztán tökölen mondjuk hazajártam, először úgy gondoltam, hogy nem megyünk sehova tökölről, de hát aztán amikor elkezdték, hogy megveszik a szemközti házat, és ott rendezik be a parancsnoki, nem tudom én mit, és a körbe kamerázzák a házat, és mondom, a szomszéd csaláta ágyásában meg kommandosok fognak hasonlni, azt... De jaj, de azt nagyon szerették különben, mert amikor én lettem erre aztán végképp nem voltak úgy felkészülve, és oda egy lakókocsit szembe, a sportcsarnok sport van velünk szembe, oda egy, egy ö, ö, lakókocsit, és ott a két biztonsági ember ottan vigyázott rám, aki egyébként nem voltam otthon, mert Pest nem voltam. Ö, igen, ám, de jött a rettenetesen meleg nyár, és akkor a Frigiderben, ö, nem tudott megfagyni a kajájuk, mert a frigider nem bírta, egy lakókocsiba lévő frigider, ugye. És akkor a nejem kiment, és mondta, hozzák be hozzánk a kajákat, és a mi frigiderünkbe. Akkor behozták, és a reggel úgy kezdtük, hogy a Kati tálcán vitte ki nekik a kávét, mert ugye nem volt kávéfőző akkor mindig ilyen ja, reggel jöttek be, hogy elnézést kérünk, de kivinnénk a kaját. Tehát mondta a Kati, hogy de hát nem menjenek oda a meleg lakók. itt a kertben van ilyen árnyékos szaletli, hát ott fogyasszák <laughs> a, Ott elfogyasztották. És hát ugye az utcában meg, megnőtt a közbiztonság, úgyhogy bárki bármit sütött, vitte ezeknek az embereknek a sütőn. <laughs> nagy, nagy volt a hávály, de hát ezt nem lehetett fenntartani, úgyhogy akkor elköltöztünk Pestre átmenetileg. De hát én ugyanúgy visszajártam, és egyik alkalommal jön a helyi kultúrház igazgatója, hogy nem tudnék-e valami ismert embert ide szerezni, aki augusztus 20-án beszédet mondana. És én voltam a belügyminiszter, miniszterelnök helyettes, és kérdezik tőlem, hogy nem tudnék -e egy ismert embert. Erre gondoltam, hogy viccelek egyet, és mondtam, hogy de, de hogy nem a Pest megyei önkormányzat alelnök asszonyát. Az nagyon jó lenne, mondta ő, és meghívtuk őt ünnepi beszédet mondani. Ezt csak arra mondom, hogy ha az ember nem játsza el a Megfelelő hókusz pókuszokat, hókusz, hókusz, akkor egyszer csak az emberek elkezdenek normálisan viselkedni. Igen. Ö, akkor még egy ilyen kis barátságtalan szervezeti kérdést szeretnék, hogy nevezetesen, amikor a Silikatalin lett volna a köztársasági elnök, ö, azt nem tudtátok, azt a helyzetet, hogy lehetett nem kezelni, vagy rosszul kezelni, vagy nem tudom, hogy csinálj. Tehát, hogy, hogy az úgy csusszant ki a a koalíciós partnerek kezéből, és lett aztán a Sólyom László, és hozott, most már a Sólyom László az egy nagyon kívánatos köztársasági elnök, így vissza merengve, mint ahogy vissza merengve, talán Antal József is már egy nagyon fantasztikus miniszterelnök, de akkor én ezt nem így gondoltam. Antal József nem volt fantasztikus miniszterelnök, viszont mondtam az elején, hogy ízig-vérig demokrata volt, tehát ő tényleg demokrata volt, szóval az, a parlament behint a, a, a. Mindegy a. Jó, a sajtó azért ez nem működött pont így, de ez most De, mindegy. de az a sajtóben igazad van, csak a sajtóügyekben, meg e, e, hát a tanácsadóira hallgatott. Azt nem kellett volna. De ez egy bonyolultabb időszakot tényleg, hagyjuk. Jó, igen. De szóval ez a köztársasági a... elnök választás, ez a szilikatalint, bocsánat, csak azért idézem föl, hogy ott átszavaztak a, a az SZDSZ-ből, ha jól emlékszem, a Vekler Ferenc, aki nem jól emlékszem, hiszen tegnap elolvastam, tehát tudom, és az nagyon meglepő volt, mert most így felelevenítettem, hogy akkor is meglepet. A Mécsimre, aki nem lepett meg, mert a Mécsimre ilyen szocialista szívű ember volt szerintem általában és mindig, tehát hogy meg, és nagyon ment az érzelmei után, és ezért, ha ő szerette Szili akkor ez egy becsületes döntés volt, és a, a Béki Gabriella, akit nagyon nem tudok megmagyarázni, tehát hozzá nincsen jelzőm ebből a szempontból, de hogy miért nem tudtátok abban az értelemben kézben tartani ezt a dolgot, hogy, hogy vagy kizsarolni, hogy legyen konszenzusos kerültje a koalíciónak, tehát, hogy álljanak el Szili Katalintól, vagy miért nem adtátok be a derekatokat, ez vagy miért kellett a Fidesznek? Most a, a Katalin mai pályafutását illetően te még megkérdezett tőlem, hogy miért nem adtuk be a delekunkat, ezért. Oké. most a... Igen, ez a... helyből elmentem ezzel a kérdéssel, igen. Szóval azt úgy intézték a szocik, és jelesül puhlaci, hogy mert hogy ők ugye ott a vidékről származnak hogy a szilikatit körbehorták a szocialista párton belül, és minden szervezettel jelöltették köztársasági elnöknek. És mire a Gyurcsány észbe kapott, addigra az egész szocialista párt úgy tudta, hogy az, hogy szilikati lesz a köztársasági elnök. És bármit próbáltunk, ezzel a helyzettel nem lehetett mit kezdeni, mert a, a szocialistákat meg ha ők úgy érezték volna, hogy megalázzák őket, ha végre van egy ilyen fantasztikus jelölt, mint a Szilikat, és akkor ezt elveszik tőlük. Odáig elmentünk, talán erre, vagy ez elkerült a figyelmedet, hogy, hogy azt elértük, hogy legyen a szocialistáknál egy gyűlés, ahol különböző emberek közül választanak, és ott megjelent a Bárándi Péter, és a volt akadémia elnök a Glac Ferenc. Hmm. Uh, és a Glac-Glac Feri üdvözölte a jelenlévő Magyar Szocialista Munkáspárt küldökségét. Egy. Ő. Uh, ő egyből elintézte a dolgot magának, um, és a Bárándi uh, meg a Szilikati közül hát a Szilikatit uh, uh, szavazták meg. Mi az első pillanattól kezdve megmondtuk, hogy nem fogjunk a Katalinra szavazni. És ez, ez, egy, most ezt te nem biztos, hogy el fogod tőlem fogadni, de az SDS háttér értelmiségében van -e, volt egy olyan, hogy hát azért a, a Sólyom László, a nemzetközi hírű alkotmány, jogász, elismert stb. 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 Emlékszem. De, és az értelmiségiekben is de, volt egy igen, pont Ugyanilyen. Így van. Érzés, és akkor igen. ő vele szembe, ha a Szili Katarinra szavaztok, hát akkor meg ő, akkor menjetek a francba, És ezért az SZDSZ nem vett részt a szavazáson, kivéve azt a három embert, akiket felsorolták. De különben ez még bonyolultabb is volt ráadásul ez a szavazás, mert ugye a szocik számolgattak, ez, amit mostantól mesélek, ezt én is úgy hallottam, és lehet, hogy nem igaz belőle egy szó sem, és ha önöket ezért beperlik, majd akkor én igazolom, hogy önök se tudtak erről az egészről semmit. Szóval számolgattak, hogy mennyi szavazat kell, meg mennyi nem, és kellett volna még öt. És ezért öt embernek ígértek némi kis alkotmányos költséget. És akkor természetesen volt közöttük valaki, aki gyorsan elszaladt a Fideszhez, és elmesélte nekik. És ezért volt az, hogy az első két forduló az nem volt érdekes, mert ott két harmad kell, annyi nem volt. A harmadik forduló előtt a, az Áder kiadta, hogy ketten szavaznak együtt. Mindenki megmutatja egy másiknak, az a, és annál szebb nincs is, amikor két férfi bemegy egy szavazó fülkébe, és behúzzák a függönyt maguk mögött szóval. Volt olyan, aki, aki, ennek ellenére sikerült valahogy szavazni, és azt megállították, hogy mutasd a lapot", és megmutatta, és az volt rajta, hogy uh, És azt tehát a Szilire szavazta. Ez nem volt rajtam a szemüveg, meg megfordult biztos a papír, és hát emiatt nem vagy gyere, vissza, vissza Elrontottam, kérek szépen másikat, és akkor megnézték, hogy hova x -el. És akkor így, így ment le a szavazás, és én akkor a Orbán Viktorral mentem be a... Hülkében. Mentem be a kupola teremből az ülésterembe, igen. És kérdezte a Viktor, hogy mi lesz? Hát mondom, hogy e, nyert a sólyom. Azt, mondja nem, szerintem nyert a Szili, mert ti meg tudtatok venni annyit, hogy azok a Szilire szavaztak tőle, és ugye a Szilinek többsége van. Hát mondom, hogy nem, mert a Áder az eléggé kontrollálta ezt a dolgot, úgyhogy gondolom, hogy akiket megvettek, azok meg nem tudtak szavazni, úgyhogy nem, nem lettek megvéve mégsem. De mondom, az igaz viszont, hogy te a Szilivel jobban jártál volna, mert arra egyszer ráordítasz, és attól kezdve azt csinálja, amit akarsz, a sólyom az meg mégiscsak egy önálló ember, az az, 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 az el ezt nem lehetne. Hát azt mondja, ebben lehet, hogy igazad van, de tudod, kétharmaddal nyerem a választást, ez ugye 95-ről beszélünk, kétharmaddal nyerem a választást, és csinálok egy olyan alkotmányt, hogy tök mindegy, hogy ki a köztársasági elnök. Hát mondom neki, te de még meg se a választást. Azt mondja, igaz, lehet, hogy nem nyerem meg, de ha megnyerem, kétharmaddal fogom megnyerni. És elveszítette. Ugye akkor nyert a e, Gyurcsány, de 2010-ben már kétharmaddal megnyerte, és meg is csinálta azt a alkotmányt. Mm. Hát ez nagyon, nagyon tanulságos történet volt. Két dolgot szeretnénk még gyorsan megbeszélni. Az egyik az, hogy amikor szétporlatta a két rendszerváltó párt közül az, amelyik nekem fontosabb, és neked még fontosabb, hogy akkor te ezt az egészet hogy rendezted el magadban. Meg hogy mitől volt ez? Um. Mert te 2006-ban szálltál ki, az SZDSZ azért eltartott még utána négy évig legalább. Egyáltalán 2006-ban miért húztad ki magadat a politikából? Mert semmi? sem, semmi nem kötelezett erre, semmilyen helyzet nem. Oké, okay, szétverték akkor az SZDSZ-t vidéken, ahogy emlékszem rá, de ettől még nem kellett volna. De nem ezért. Az a önkormányzati választáson ott mindenki nagy pofont kapott, mert ez 2006, és hát akkor akkor volt ugye bár a... Hát a sajnálatos összedi beszéd a után. Az az összedi beszéd, meg szeptember 18 így, Igen, igen, volt. igen, 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 igen. Úgyhogy ott a SDS is, meg az MSZP is nagy vereségeket szenvedett a önkormányzati választásokon. De előtte volt egy országgyűlési választás. Az SDS 2002-ben 5,2%-kal lép, hogy átlépte a küszöböt. Ugye el, azt megelőzően volt egy Demszki időszak, és 6 hónappal a választás előtt vettem én át a pártot, és a 6 hónap mindenféle előkészítés, meg minden nélkül, és hát senki nem hitt abba, hogy akkor az SZDSZ bejut a parlamentbe, de bejutottunk. Um, 2006-ban akkor 6,5 százalékot értünk el, tehát többet, mint 2002-ben, és ilyenkor nálunk mindig volt egy küldött gyűlés, ahol a, ahol a küldöttekkel megvitattuk a választási eredménynek, meg, hogy ugye koalíciós felhatalmazást kellett kérni a pártagoktól, és akkor többen engem felszólítottak a lemondásra, mert hogy az országban 15-20 százaléknyi liberális szavazó van, és hát azért, azért van nekünk csak hat és fél, mert én vagyok az elnök, és hát sok tehetséges ember ott lihegett előttem, akik mint 20%-ot tudtak volna hozni, és akkor azt mondtam, hogy most nem, mert jön az önkormányzati választás, az felelőtlenség lenne belevinni a pártot egy önkormányzati választás előtt egy ilyen belső harcos bizonytalan helyzetben, de az önkormányzati választások után azonnal le fogok mondani. És az volt hogy nem vették észre, hogy én tulajdonképpen lemondtam. Úgyhogy szépen végigcsináltuk a választásokat, és másnap bejelentettem, hogy én most a következő küldött gyűlésen, ami egyébként március 30-án volt, nem jelöltetem már magam elnöknek. Tehát volt a pártnak négy hónapja, hogy kitalálja, hogy mi történjen. És ott volt ez a kóka, fodor... Vetélködő. Igen, egy pillanat a kókát te találtad ki? Nem. nem. De uh, azt én rosszul emlékszem, vagy rosszul informálódtam, most már nem tudom, hogy, hogy az akkori emlékeimet mondom, vagy azt, amit mostanában olvastam, hogy, hogy te erősen a kókát uh, képviselted, hogy ő legyen az elnök. Igen. De Na, miért? De azért, mert a Fodorral én nem voltam uh, jó viszonyban, de a kóka akkor, ránézésre alkalmasnak tűnt? Nem gondoltam egyébként, én biztos voltam benne, hogy a Fodor fogja megnyerni azt a belső választást a Fodorral, uh -huh. a kókával szemben, de én nem támogattam a fodort. A kókát támogattam. És az első fordulóban döntetlen lett, a második fordulót egy szavazattal nyerte a kóka. És akkor ő lett az elnök, elkezdett dolgozni, ugye az egy vállalkozó volt, tehát az, hogy hogy, hogy megszervezem, hogy működjön valami értekezleteket, tartok embereket be, ezek mind ment neki. Nyolc hónap elteltével kitalálta a másik oldal, hogy csalás történt a választáson, és ezért legyen új választás. Na most ez a kitalált a másik oldal, most hogy utána olvastam, 27-tel több szavazatot találtak, mint ahány darabot, mint ahány ember a részt vett. Így van, a, és ez a másik oldal, amelyik kitalálta, hogy csaltak, az csalt egyébként. A, 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 ugye a, voltak olyanok, akik a, az első forduló után, eléggé elhúzódott a szavazás, az első forduló után Békés Csabára, Debrecenben, Nyíregyházára hazaindultak, abban a biztos tudatban, hogy nyert a Fodor. És döntetlen lett. Ők meg akkor már mondjuk Kecskeméten, meg 60-nál, meg nem tudom én, hol jártak, és az ő nevükben is leszavaztak azok, akik ott maradtak, és így lett a második forduló egy szavazatos kóka győzelem, és a, erre a választási csalásra hivatkozva kellett új küldött gyűlést tartani, a kóka elfogadta, hogy ne legyen valé, legyen még egy választás, és egy szavazattal most meg a Fodor nyert ezt meg a kóka elfogadta, és ez a, csak ez az egész választás azt mutatta, hogy az SDS ketté van osztódva. Tehát amit én még meg tudtam csinálni, hogy egybe tartom, a, most a belső feszültségek azonnal láthatóvá váltak, és jött a európai parlamenti választás a Fodor vezetésével, ahol sikerült 2,6%-ot elérni az SZDSZ-nek, erre a fodor azonnal lemondott. Ami ugye azért volt probléma, mert a, ilyen esetre azt tartalmazta az alapszabály, hogy 30 napon belül <coughs> új elnököt kell választani. Ugye azt mondta volna, hogy mondjuk két hónap vagy három hónap múlva lemondok, uh -huh. akkor, akkor addig lehetett volna ki találni, hogy mit lehet csinálni, és hát ebbe így nem lehetett beszállni, és akkor valaki kitalálták, hogy a retkes Attilát megfinanszírozzák, legyen a retkes Attila a, párt elnöke, és 2010-ben az SZDSZ nem esett ki a parlamentből, mert el se tudott indulni a választásokon. Na most ugye én, én azt az SZDSZ-t fájlaltam, amelyikben még én benne voltam. Ez a végjáték, ez egészen borzalmas volt, ebben semmilyen Jót magam számára nem találtam. Az az egy érdekes. Hát a te szervezeted, az, meg te már 2009 től kín voltál ebből? Hát ugye az alapszabály szerint, aki egy évig nem fizett tagdíjat, az automatikusan kizárja magát a pártból, és akkor az, az volt, hogy, hogy, hogy nem fizettük a tagdíjat, de én 2010-ig még országgyűlési képviselő voltam, tehát azért a frakcióban benne voltunk, és csináltuk a dolgunkat. De hát az SDS, szóval szerintem az SDS volt most ez a Tocsik ügy ide vagy oda, az egyik legtisztességesebb párt, az SDS volt az, amelyik tényleg másik pályára akart állítani az országot. Állandóan arról vitatkoztunk, hogy csináljunk valamit a magyar egészségügybe, mert ugyanolyan szerkezetben, állapotban van, mint a rendszerváltás előtt. Soha nem lehetett. És tessék megnézni, mi van az egészségügyel. Akartuk megváltoztatni az oktatást, mert ugyanabban a szerkezetben maradt, és tessék megnézni, mi lett az oktatással. Ugye ugyanez volt a szociálpolitika, amit mit össze kardoskodtak az otiliáik, hogy ha kevés a pénz, akkor adjuk annak, aki tényleg rászorul, de annak tényleg adjuk oda. Na most tessék megnézni, hogy most ehhez képest hol tartunk, ugye ez a gyerekcsinálási akcióprogram, ami most elfogadtak, ez ugye mindenütt ott kezdődik, hogy, hogy a jövedelem adó alól mentesül. Hát akinek van jövedelme, az ment, aki nem, az nix fest ilyen gyerek. Ugye a, és, és minden intézkedésük az arról szól, hogy a legrászorulóbb, legszegényebb rétegek azok nem részesülnek a szociális juttatásokból. Most ezt is meg kellett volna változtatni, mert egy ország nem tud úgy működni, hogy a, hogy a egyik egy jelentős részét 15-20 át levágja, és azt mondja, azok engem nem érdekelnek, mert nem szavaznak rám, el sem mennek szavazni, így egy ország nem működik, a közjó, amiről beszélünk mindig, csak nem teszünk érte, az nem erről szól. Na mindegy, az SZDSZ ilyen volt, szerintem én ilyennek láttam, a választók meg nem ilyennek látták már a végén valószínűleg. Ki az, akit most tehetségesnek látsz, vagy akiben látsz potenciált, vagy ö, abban az értelemben, hogyha ha most már ugye a harmadik, kétharmadnál tartunk ebből az a következtetés adódik, hogy egyrészt ez Magyarországon ez a vezetési stílus, ez, ez bejön. Hát, Másrészt szó... más látsz el politikai tehetséget. Szóval az kétségtelen, hogy az Orbán ezt nagyon érzi, hogy, hogy megvenni az embereket, de ráadásul még nem is veszi meg őket, csak mondja nekik. Ugye, ugye csak gondoljanak vissza, hogy hányszor hallottuk már ez alatt a 9 év alatt az, hogy életpálya modell. Lesz életpálya modell a pedagógusnak, a rendőrnek, a tűzoltó, mindenkinek lesz életpálya modell. Nincs. De mindegyik azt hiszi, hogy majd mindjárt lesz nekem életpálya modellem, és ott, otthon marad. A, na, a stadionok, a, na, azok, na, jó, azok megépülnek, de azok a fejlesztések, amikkel körbejárta az országot, és minden megyébe, szerződés köta, nem tudom, kik kell hogy ezt csinálunk, azt csinálunk, azok mind azok nem készültek el, de elég egy kis ígéret, és mennek utána. Ennek pedig az az oka, hogy a másik oldalon nincs hiteles ellenfél, akire azt lehet mondani, hogy emberek, ha ránk szavazol, akkor ő lesz a miniszterelnök, ő helyette. És ez az ember, akit mutatnak neki, ez hiteles, ezt elfogadja, Ilyen sajnos nincs a mai politikai mezőnyben nem látom, tehát a, mondjuk úgy a parlamenten belüli társaságban nem látom. Van egyébként sok ember, aki tisztességes, rendesen csinálja a hatházi, a szél a, a, az, az még nincs benne a Parlamentben. Szóval, de tényleg ott többen vannak, akik teljesen rendben vannak, de a karácsony is teljesen rendben van, de ő se az az ember, aki szerintem. Ő nem az az ember, aki meg tud egy országot szólítani, és maga után tudja rántani. Na most és a Márkizaj, aki itt a következő vendég, aki nincs benne a parlamentben. A Márkizaj nagyon érdekes, azt még nem tudom megítélni. Nagyon jól megcsinálta a hódmezővásárhelyt, Most megcsinálta ezt a mozgalmát, ez is teljesen rendben van. Um, elég jó volt a felszólalása itt a, a, a húszaknak a gyűlésén. Ezt nem láttam? De hogy nem, a húszan szólaltak fel a. Tudom, ja, nem tudom, láttad. miről de ja, nem, nem láttam. A mindegy, szóval a, 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 ott is elég jó volt, még nem tudom, mert ez még azért még mindig csak a helyi politika, még ez nem az országos. Nem tudom, ugye őnek, ő. Ő jobbikos támogatással indult, ezt majd itt, amikor itt lesz, meg fogja magyarázni, hogy ez hogy volt, de azért, de azért ez az állandó egyensúlyozás, ez megvan benne, ugyanakkor viszont magunk között szólva, aki legyőzi az Orbánékat, annak jobb-közép-konzervatív oldalon is kell, hogy legyen megfelelő támogatottsága, és ezt a márki... Tehát az ezt a hozza. csak olyan. Lehet és az ezt az a már zaj hozhatja, és lehet, hogy ezért megengedőbb egy kicsit mindig a jobboldali támogatóival. Szóval ő, ő, ő lehet, ő lehet. Én, én még azért keresgélnék tovább, de ő lehet az egyik ilyen. Uh -huh. És ugye ne kerüljük, meg a, ne kerüljük meg a Gyurcsány problémát se. Én a, én a Gyurcsányról sokkal jobb véleménnyel vagyok, mint nagyon sokan mások, de ugyanakkor viszont ő... Ő ezt, ő ezt a dolgot elengedte egyszer már. Tehát ő neki a kezébe volt, és kicsúszott belőle, elengedte. Lehet, hogy ő belőle lesz még valami Magyarországon, de nem a következő választáson, azt gondolom. A munkaképessége jó, a gondolkodása jó, a tervírók képessége jó, a szónoki képessége jók csak sokszor fékezhetetlen. Tehát emlékeznek, amikor miniszterelnök volt, volt a száz lépés programja, az 50 gugolás, a 30 fekvő támasz, szóval olyan, és nem, nem két-három havonta újat csináltunk, szóval öm, ő benne is van még potenciál, de ez már nem most fog kibudjanni. Benned is van még potenciál? Ön, szerintem nincsen. Érte? Miért nincsen? Persze éles szemmel vetted észre, de, uh, de, uh, de uh, szóval, ugye ebbe a közegbe belemenni, ahol a, ahol a politikai pártok meg a politikusok uh, azzal próbálnak meg uh, előnyöket szerezni a maguk számára, hogy hogy az elmúlt 20 év, meg az elmúlt 30 év, meg akik eddig itt voltak, mi vagyunk az újak, azok nincsen, és akkor visszamész, és mindjárt magyarázhatod, hogy miért vagy ilyen öreg. Szóval én szerintem ebben nem kell belemenni, engedni kell őket csinálni a dolgukat. Az ország tényleg el van rontva. Hát ebből kell valami más csinálni, és nagyon nehéz arra hivatkozni, hogy, hogy én, én, tudom, hórontottuk el, úgyhogy én túl, nálam van a csavarhúzó, és akkor majd Megjavítjuk, szóval de közben van nálad a csavarhúzó, tehát ö, szívesen csinálnád, nem? Ne, ne, Vagy ne, tudnád ne, ne. csinálni akkor hagyjuk nem? El. Hír, nem szívesen, hírgyártó, tudnál, hírgyártó, tudnál hír, e. Hírt akar gyártani, de. Hírt akarok engedem, gyártani, nincs itt egy újságíró se. nem tudhatod. Hm? <híl> 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 Nem, szóval nem, nem szabad, ez, ez, ez zavarkeltés lenne. Ez, ez olyan, mint amit most látok, hogy mindenki új pártot csinál éppen, mert azt mondja, hogy nincs összefogásban, mi csinálunk egy pártot. Az a szabadelvű a... polgári egyesület, nincs oda, amit te csináltál, lehet, hogy nem így hívták, de így hívták valahogy mm. így. Azzal mi lett? Az még létezik. Állandóan meg akarom szüntetni, a tagok meg soha nem engedik, mert jól érzik magukat az összejöveteleken. Hát az még az még 2009-ben alakult, és akkor arra gondoltunk, hogy eb, hogy ennek a színeiben indulunk el a 2010-es választáson, de aztán ezt a, a jobbikénünk győzött, és ezt se tettük. De azóta is ez, ez működik, a, a, egy, most már csak egy szűk kör működteti, mert, mert ugye nem engedtük felfutni, mert hát, ha nem akarunk semmit se csinálni, akkor minek de még a 2014-es választásra akkor még csúcsra járattuk, mert akkor úgy gondoltuk, hogy a bajnai mögé be lehet állni, és ezzel hozni a liberális szavazók egy jelentős részét, mm -hmm. ugye nem kellett pártnak lennie, mert ha a bajnai megcsinálja az ernyőszervezetet, akkor az alá mindenki bejelentkezhet. Tehát a bajnai is úgy végezte sajnos, ahogy végezte, és akkor hát ez a társaság, ez meg aztán szépen, működgetett, de évente legalább kétszer van egy összejövetelünk, ott mindenki nagyon jól érzi magát, megbeszéljük, hogy mit látunk az országból, és aztán szépen hazamegyünk. Ja, én teszek mindig egy javaslatot, hogy szüntessük meg, boldogan leszavaznak, és akkor várják a következő összejövetel. Ennyi lesz a politikai tevékenységet? Tehát semmi sem. Én most úgy látom, hogy nekem már igen itt nincsen pálya.